Sok szeretettel köszöntöm Isaszegváros polgárait, és legelőször is. Eredményekben és sikerekben, egészségben, gazdag, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Röviden ismertetném az Isaszegi Falumúzeum, illetve az Isaszegi Múzeum barátok körének januári-februári programjait. Január 17-én hagyományosan folytatódik a múzeumi esték sorozatunk, rendezvényünk. 17-én szombaton 17 órakor Észak-Csehország természeti csodái címmel vetített kép és élménybeszámolóra kerül sor. Az Isaszegi Természetbarát Klub kirándulásairól készült képek lesznek levetítve. Január 31-én a Kóskároly díjjal kitüntetett és a Magyarországi Lengyelségi díjjal kitüntetett Isaszegi Múzeum barátok köre tartja tisztelő közgyűlését, melyre ezúton is minden érdeklődőt és elsősorban a múzeumbaráti kör tagjait szeretettel hívjuk és várjuk. Az időpont még nem ismert, ez később a Falumúzeum honlapjára lesz feltéve és ott lesz elérhető. Február hónapban a múzeumi esték sorozat keretében 21-én, tehát február 21-én délután 16 órakor a Falumúzeumon a Isaszegi Természetbarát Klub az ITK-nak a 2014. év második fél évéről láthatunk szép felvételeket, képeket. Ennek az előadásnak az előadója is természetesen Notter Béla, az ITK-nak az elnöke, aki szinte elvarázsolja a jelenlévőket egy-egy ilyen vetítés alkalmával, és mindenkit természetesen hívunk, várunk rendezvényeinkre, és legvégül szeretném megköszönni azoknak az isaszegi polgároknak az értékes segítségét, aki 2014-ben bármilyen tárgyi adománnyal támogatták, segítették, az isaszegi helytört, gazdagították az Isaszegi Falumúzeumnak a gyűjteményét. A Falumúzeumunkban folyamatosan látható Kalocsai Rihárd isaszegi természetfotósnak az időszaki tárlata. Nagyon szép képeket készített Ricsi, sok helyen járt a nagyvilágba, többek között Dubájba is járt, ugye Angliába is volt a paralimpiai olimpián is, és ott készült felvételi megtekinthetőek itt a Falumúzeumban, többek között még városunkról készített nyári, téli felvétele is. Mindenkit hívok, jöjjön el, nézze meg, nagyon lelkes ez a fiatalember, és tényleg valójában megérdemli, hogy a Isaszeg polgárai megtekintsék az ő képeit. A Falumúzeumnak a nyitvatartása nincs külön téli nyitvatartás, tehát egész évben folyamatosan nyitva tartunk. Hétfő, kedd a színnap, szerdától pénteki 9-től 17 óráig, hétvégén pedig lenn 13-tól 17 óráig vagyunk nyitva, és természetesen mindenki szeretettel várunk. Előzetes időpont egyeztetés alapján a nyitvatartási időponttól eltérően is lehetséges a kiállítás megtekintése. Hát összefoglalnám röviden, hogy az állandó kiállításunkban Isaszeg történeti, néprajzi emlékeit mutatjuk be, tehát magát Isaszeg helytörténetét az őskortól egészen 1945-ig. Itt kiemelném ugye gazdag a kiállításunk régészeti leletekben, illetve a néprajzanyagból sajnos egy keskeny, egy kicsi válogatást lehet megtekinteni, de a hat történeti anyag, ugye itt a 48-49, első világháború, második világháború emlékei szintén elég gazdag tárgyi emlékeket tudunk bemutatni. Az időszaki kiállításnál szintén még megemlíteném, hogy nem csak Kalocsai Rihárdnak a fotókiállítása tekinthető meg, hanem az elmúlt év őszén a Múzeumok őszi fesztiválja keretében
első alkalommal vett részt múzeumunk ebben a programban, és kiállítottunk olyan tárgyakat, amelyek addig a raktár mélyén pihentek. Tehát itt olyan isaszegi lakosoknak a tárgyi ajándékai tekinthetőek meg, szövőszék, jégszekrény, varrógép, tehát régi varrógépre gondolok, illetve különböző első világháborús relikviák, melyeket Isaszeg város lakósai ajándékoztak a múzeum részére, amelyet ezúton is nagy-nagy szeretettel megköszönöm.